Február 15-én a pécsi közgyűlés elfogadta a város idei költségvetését. A képviselők döntöttek arról, hogy a közel 19,5 milliárdos főösszegből miként gazdálkodhatnak az intézmények és társaságok, mennyi jut működtetésre, fejlesztésekre és beruházásokra. Következő összeállításunkban a teljesség igénye nélkül körbejárjuk a különböző területeket, és bemutatjuk önöknek, hogy mi van a számok mögött. Az idei költségvetésben több mint 2,6 milliárd forintot szánnak fejlesztésre, mely az előző évekhez képest majdnem a duplájára emelkedett. A lakásprogramot csináljuk tovább természetesen, ezért 80 új önkormányzati bérlakást fogunk átadni, vélhetőleg október közepére. Lent a déli buszpályaudvar Kertvárosban az közeli valóság, és most már nem politikai csatározások helyszíne. A Jókai tér reményeim szerint tényleg az idén Európa legszebb mediterrán hangulatú tere lesz. Ezzel együtt a működési hiányt lecsökkentették 3,54%-ra, mely a tavalyi közel 7%-os hiányhoz képest mintegy a fele. Igen nagy előrelépést jelent továbbá az idei évben, hogy a 6200 közalkalmazott bérét egyedenként vizsgálták, hiszen ez volt a legnagyobb költségvetési tétel. Ennek a felülvizsgálata után került intézményenként a törvényi mértékű bérfejlesztés meghatározásra. Talán örömhír, talán újság, hogy a március 3-ai borítékokban ennek a bérfejlesztése szerepelni fog már, tehát megszámolható lesz. Tolnai Márta elmondta, a racionális gazdálkodás továbbfejlesztése nem került le a napirendről. Továbbra is az a cél, hogy minél hatékonyabban, egyre kevesebb pénzből működjön az önkormányzat. A város 19 milliárd forintos költségvetésből gazdálkodhat 2001-ben, ennek mintegy 40%-át, azaz több mint 7 milliárd forintot az oktatásra fordít majd az önkormányzat. Ennek 75% a bér, és a 25% az úgynevezett dologi. A bér, mint látszik, nagyon nagy arányt képvisel, és ez az egyik problémánk, ugye az, hogy a dologi gyakorlatilag nem változott. Ennek mondjuk több oka is van, de igazából véve azt hiszem, hogy mutatja jól, hogy elég feszített költségvetésünk van, amit remélem, hogy az év közben sikerül egy kicsit oldani, de nem vagyok azért nagyon optimista ebben a tekintetben. A költségvetés tartalmaz egy minden oktatási intézményre vonatkozó 2%-os létszámleépítési előírást is. Amennyiben ezt nem tudja végrehajtani az intézmény, akkor feladat elhagyásra kell javaslatot tennie. Az ellenzék a hátrányos helyzetű gyermekek oktatásának támogatását hiányolja a költségvetésből. Az a meggyőződésem, hogy a hátrányos helyzetben lévő tanulók felkarolása és a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztése a pedagógiai folyamatokban nem egymást kizáró folyamatok, hanem ezeknek együttes alkalmazása biztosítja a közoktatás demokratikus rendszerét, és a városvezető koalíció részéről most ebben a költségvetésben ez nem történt meg. Idén mintegy 150 millió forint jut viszont az oktatási intézmények fejlesztésére. Ennek nagy részét a Batthyány utcai volt laktanyaépület átalakításának befejezésére fordítják. Idén a munkálatok megkezdésére kerül majd sor. Én azt remélem, és erre az önkormányzat költségvetési döntése is ad alapot, hogy 2001-2002-ben folyik majd az építés. Ez körülbelül egy 4-500 millió forintos beruházás. Négy szintet és további épületrészeket jelent majd a Batthyány utcában. Az önkormányzat két oktatási intézmény felújítását is tervezi, ám még nem döntöttek arról, hogy melyek lesznek ezek az épületek. Jelentkező persze van bőven. A Meszesi, a Bánki Donát utcai és a Gyárvárosi iskola mellett a Rácvárosi intézmény is bővítésre vár. Négy tantermet szeretnénk, hogyha sikerülne az épülethez hozzáépíteni. Ezen kívül a jelenlegi könyvtárunk nem felel meg azoknak az előírásoknak, például egy osztályt nem tudunk benne elhelyezni. Tehát a könyvtárunkat szeretnénk, hogyha esetleg egy olyan megoldás, hogy több funkciós helyiség lenne, hogy mondjuk ebédlőként is tudnánk használni. Tehát erre gondoltunk mi, hogy ezt szeretnénk, amennyiben anyagi lehetőségek lesznek rá. Emellett belső felújítás is szükséges lenne ebben az épületben, ám hogy melyik iskola álmai valósulnak meg ebben az évben, arról csak később születik majd döntés.
A város tulajdonában lévő egyesített egészségügyi intézmények támogatására nem fordít pénzt az önkormányzat 2001-ben. A döntés értelmében az országos egészségbiztosítási pénztártól kapott mintegy 900 millió forintból kell gazdálkodnia az intézménynek. Úgy gondolom, hogy nem lesz elég, mindenképpen az önkormányzatnak hozzá kell járulnia. Nyilván nem olyan sokkal, mint tavaly, mert tavaly 108 millió forintot kapott az intézmény, hiszen azóta egy csomó olyan belső átalakítás, racionalizálás történt, amely komoly megtakarításokat fog eredményezni. Véleményem szerint ez a döntés ez értékelhetetlen, hiszen azt lehetne értékelni, hogyha lenne legalább valamennyi, és akkor vitatkozni lehetne azzal, hogy nem annyi kell, hanem több vagy kevesebb. A nulláról sokat vitatkozni nem lehet, hiszen ha azt nézzük, hogy tavaly 100 millió fölötti összeget biztosított a város hasonlóan nem költségvetésbe beépítve, hanem sajnos ilyen apró kis léptekkel, akkor nyilvánvalóan ebben az évben is valamilyen alapösszeget be kellett volna építeni. Bekerült viszont a büdzsébe két fejlesztés is. Idén 50 millió forint jut két kertvárosi beruházásra. Lovászpáltéri voltnak az átalakítása körzeti orvosi rendelőké, és a Krisztina téri volt gyógyszertárnak az átalakítása gyermekorvosi rendelőké, tehát én szeretném a kertvárosiakat megnyugtatni. Ez a két helyen az áldottan állapot az idén valószínűleg meg fog szűnni. A szociálisan rászorultak segélyezésére 2001-ben 500 millió forint jut majd. Ez még hozzájön a állami normatíva, tehát úgy tűnik, hogy a szociálisan rászorultak az idén is meg fogják tudni kapni azokat a segélyeket, amelyek egyrészt a törvény, amelyeket a törvény ír elő számunkra, másrészt pedig azokat, amelyet nagyon segítségi ügyeket tudjuk ebből rendezni, amely a rászorultak életfeltételein lényegesen javítanak. Hogyha csak azt veszük alapul, hogy tavaly 750 millió forint állt rendelkezésre, idén pedig 500 millió van betervezve a különböző támogatási összegekre, akkor ez 250 millió forinttal kevesebb. Ez létszámban meg nem mondom, hogy hány embernek, vagy hány esetnek az elbírálását, negatív elbírálását kell, hogy jelentse majd, de biztos vagyok abban, hogy a szociális támogatási rendszert szűkíteni kell, hogyha csak ennyi pénz áll rendelkezésre. Reál értékben csökkent a szociális intézményi hálózat fenntartására fordítható összeg is, hiszen az inflációnál kisebb arányban mintegy 5%-kal nőtt csak az ECR-re fordítható keret. Ami siker mégis a nagyon fontos évek óta a családsegítő szolgálatok létszámi igényét nem tudtuk megoldani, most egy 11 fős státusz igényünket biztosította a költségvetés, amely nagy siker számomra. És egy 10 millió forintos tétel van a Hársfa utcai ingatlan, amely a családsegítő szolgálatnak a egyik ingatlan felújítására, erre a harmadik ütemére. Tehát úgy tűnik, hogy az ingatlan problémájuk, telepei problémájuk ennek az intézménynek megoldódik. A város idén 50 millió forintot fordít foglalkoztatási célokra. Ennek felét közcélú, másik felét közhasznú foglalkoztatásra költi majd az önkormányzat. A fejlesztési beruházások közül talán éppen a regionális konferencia központ váltotta ki a legnagyobb vitát a város költségvetésének megtárgyalásakor. Ebben a tekintetben élesen eltér a városvezetés és az ellenzék álláspontja. Még az utóbbiak a belvárosban, addig a koalíció a kertváros szélén képzeli el a beruházást. Kiemelt célunk, ami egy új aktualitás, hogy a FEMA üzletközpontot megszerezzük egy kiállítási konferencia cél megvalósítására, hiszen úgy tűnik, hogy kedvezőbb lenne ez a konstrukció, mint zöldmezős beruházásként elkezdeni egy ilyen fejlesztést. Ez a beruházás mintegy fél milliárd forintba kerül majd. Idén a fejlesztés megkezdéséhez szükséges első 100 millió forintot különítették el a költségvetésben. Az ellenzék más megoldást javasolt egy beterjesztett komplex módosítás csomagban. Ennek a komplex tervnek a legnagyobb bevételi, vagy egyik fő bevételi forrása a FEMA kiemelése a költségvetésből lett volna, hiszen a FEMA a vállalkozói tőke hozta annak idején létre, és úgy gondoljuk, hogy ezt a vállalkozói tőkének kéne most is talpon tartania, újjáépítenie, életet lehelni belé. Egyébként azt gondoljuk, hogy egy városnak, egy ilyen városnak, mint Pécs, hát elég lenne ebben a pillanatban egy konferencia központ, és az a véleményünk, hogy a Nádor szálloda, amely egy 500 személyes konferencia központtal fog majd büszkélkedni, abban a percben, ha elkészült, föld alatti garázssal és mindenféle földi jóval, amely valóban Közép-Kelet-Európában egy egyedülálló hely lesz.
A nádor átépítésének gyors befejezéséhez ugyanakkor sikeres pályázat is kell, amelyben a befektetők a Széchenyi terv révén elő tudják teremteni a szükséges forrásokat. A költségvetés idei újdonsága egy 300 millió forintos elkülönített keretösszeg, amely fejlesztési alapként funkcionál majd a város peremterületei számára. Az elmúlt évek látványos nagy fejlesztése mind a belvárosra irányultak, gondolok itt az Ágoston tér és a Kálvári útra, és az idei évben is egy kiemelt fejlesztésünk a Jókai tér, tehát itt úgy gondolom, hogy a város egészséges, egyenlő, arányos fejlesztése érdekében szükséges az, hogy a peremkerületekre is több pénz jusson az idei évben már. Ezt a pénzösszeget olyan apró beruházásokra lehet majd igénybe venni, mint járdaépítés, útjavítás vagy nagyobb közműberuházások előkészítése. A tervek szerint azonban nem csak ez javítja majd a városlakók közérzetét, hanem a Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő RT átszervezéséből származó előnyök is. A jobb munkaerő gazdálkodás révén és az adó megtakarítás révén mintegy 100 és 200 millió forint között lehet megtakarítani. Ezt ha a vállalaton belül hagyjuk, akkor ennyivel többel fog részesülni a városüzemeltetés. Örömmel mondhatom, hogy a készülő üzleti tervben ezek már tetten érhetők, tehát úgy tűnik, hogy logikus volt ennek a cég összevonásnak az előkészítése és az új cég létrejötte. Az idei évben minden bizonnyal már érezhetően javulni fog a város közterületeinek az állapota. Így idén egyebek mellett parkgondozásra, játszótér felújításra és más városüzemeltetési feladatok ellátására is több pénz jut, mint tavaly. A város 19 milliárd forintos költségvetéséből lakásgazdálkodási, felújítási és ingatlanvásárlási célokra összesen csaknem 600 millió forintot különítettek el. A legjelentősebb tétel az Aidinger utcai 80 lakásos garzonház építése, amelyhez a gazdasági minisztériumtól kapott 184 millió forintos támogatáson túl csaknem 160 millió forintot rendelt a közgyűlés. Emellett 75 millió forint jut majd a Fáy András utcai lakópark kialakítására, itt 60 építési telek létrehozásával próbálja segíteni a város az önerőből építeni szándékozókat, és 30 millió forint jut majd a 120 lakásos, Kertvárosban felépítendő garzonház tervezési munkáira is. Ebben az évben tehát jelentős fejlődés várható a pécsi lakásállomány tekintetében. Tavaly 30 új lakást adtunk át, idén gyakorlatilag szeptemberre 80 darab új garzonház kerül be. Ez nagyon fölkeveri ezt a bizonyos mérték, ma már nem is annyira állóvizet, és ez azt jelenti, hogy kb. 160-180 családot csak a 80 lakásos garzon keresztén érint valamilyen módon az új lakásba költözködés, van, aki újat kap, van, aki pedig egy másikat igényeinek megfelelőbbet kap. A lakásmobilitás elősegítése céljából egy 30 millió forintos lakásgazdálkodási alapot hoznak létre, amely újabb családoknak jelenthet nagyobb lakáshoz jutási esélyt. Ennek ellenére az ellenzék további lépéseket sürget. Az ellenzék nem elégedett ezzel a döntéssel, ezért is fogalmaztunk meg egy komplex költségvetési módosító indítványt, amiben az első lakáshoz jutó programjára 75 millió forintot javasoltunk elkülöníteni. Ez a program már 92-95-ben működött, ez egy kamatmentes kölcsönt jelent 10 évre, ami vagy lakásépítése, vagy vásárlásra, használt lakásvásárlásra lenne felhasználható, és ezen időszak alatt mi 848 fő kapott ilyen kölcsönt, és ezt szeretnénk újra elindítani. Bár a módosítást nem fogadta el a közgyűlés, a testület egy határozatot hozott arról, hogy megvizsgálja a tervezett költségvetésbe történő emelésének feltételeit. Érdekesség a lakás és ingatlan gazdálkodásra elkülönített összegek tekintetében, hogy továbbra sem kerül sor a városháza felújítására, ám a központi temető rekonstrukciós munkálataira idén 40 millió forintot fordít majd a város. Végül a teljesség kedvéért a balatoni táborok 1,2, a Boldogság háza pedig 5 millió forintot kap, szintén felújítási munkálatokra. A város ebben az évben mintegy 415 millió forintot fordít a közművek fejlesztésére. Ezek közül a szabolcsfalui szennyvízelvezetést megoldó, régóta várt beruházás nevezhető a legjelentősebbnek. A közművesítési munkák elkezdődtek, összeállt a társulat, és ezt követően két éves elkötelezettsége van a városnak, hogy azt befejezze, és ezzel egy igen-igen sűrűn lakott településrész kapja
a közműfejlesztést. Ez a projekt nem csak idén, hanem jövőre, sőt 2003-ban is mintegy 150 millió forinttal szerepel a költségvetésben, így végre megoldódhat a környék lakóinak életét kényelmesebbé tevő beruházás. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy a városban végre indul csatornázási program, mégpedig a szabolcsfalui terület, ami nagyon akut rész volt, és a kormányzati támogatásnak köszönhetően elindult ez a program. Másrészt továbbra is aggódunk, hogy a meccsek oldalon a megnyert pénzekkel felhasználásával továbbra is kételyek merülnek fel. Bár itt az ISPA pályázat ugye egy már-már ilyen messiásként szereplő megváltó szerepel, de azért örülnénk, hogyha ott is indulna minden előbb a program. A mi elképzelésünk az volt, hogy ezen a téren sokkal határozottabb és nagyobb volumenű fejlesztés történik. Egy picit még mindig fáj nekünk az, hogy elmaradt a meccsek oldalnak az a bizonyos ominózus fejlesztése. Ez biztos, hogy koloncként fog nehezedni a város nyakára. Az ellenzék véleménye szerint a pellérdi szennyvíztelep ügye is mielőbbi rendezést igényel, erre idén csaknem 140 millió forintot különített el a város. Megegyezik viszont a vélemény a Kálvária utcai várfal rekonstrukciójának és a Tiborcz utcai támfal megépítésének költségvetési szerepeltetéséről. A két központi forrásokkal is támogatott beruházásra összesen 70 millió forintot fordít majd a város. A közműfejlesztések között szerepel végül a hírt Somogy vasasi vízközmű rekonstrukciója is. Erre 7 millió forint áll az önkormányzat rendelkezésére. A város csaknem 500 millió forintot fordít a közlekedés fejlesztésére ebben az évben. A legnagyobb kiadás a Kálvária utca építésének befejezése lesz, erre 180 millió forintot fordít az önkormányzat. A tavaly megkezdett Kálvária út és az idén a felső résszel, azzal a támfal résszel és azzal a gyönyörű szép oszlopsorral, amely az Aradi Vértanúk útján is van, kiegészített támfal részt kell kifizetnünk, ez a 180 millió azt jelenti. Ennek a beruházásnak a végleges befejezése, a szervízút kialakítása csak a jövő évben valósul majd meg. Szintén csak az elkövetkező években kerül sor a Somogyi Béla-Bacsó Béla utak kereszteződésének és a belvárosi 10-es tömnek az átépítésére. Idén tervezésre különítettek el mintegy 20 millió forintot. Múlt évről áthúzódó ügy a Felső Vámház utca befejezése is. Itt a tavalyi szakasz gyors átépítésével szemben lassabb, várhatóan csak jövőre befejeződő beruházásról van szó, mert az új szakaszon a közművek tervezését is el kell végezni. Erre a részmunkára kerül sor idén. Várhatóan még ebben az évben befejeződik azonban a Jókai tér átépítése, amelyhez egy millenniumi pályázaton támogatást is nyert a város. Ezt a központi pénzalapot szeretnénk felhasználni oly formában, hogy 60 milliót a költségvetésből is elkülönítettünk. Itt a Jókai köz és a Jókai tér felújítása történik ebből a pénzből, a központi pénzalap felhasználásával együtt. Azt gondolom, hogy azok a művészek és építészek, akik a terveket benyújtották a városnak és bemutatták, nagyon szép dolgot, szép teret alkottak meg, és remélem, hogy az a verzió tud megvalósulni, ami a forgalmat kizárja a térről, hiszen olyan díszburkolat kerül a térre a tervek szerint, amit még azt hiszem Pécsen nem láthattunk, és ezért nagyon fontos lenne, hogy erre vigyázzunk. A költségvetésben egy az utolsó pillanatban elfogadott módosítás után a vasúti gyalogos felüljáró beruházásának megkezdése és a Bálicsi út felújításának folytatása is szerepel, csak úgy, mint a 100 millió forintot kapott déli autóbusz pályaudvar, amelytől a kertvárosi tömegközlekedés javítását várja a városvezetés. Az ellenzék más elképzelést tart megfelelőnek. Véleményünk szerint a FEMÁN kívül vinni az autóbusz pályaudvarat nem igazán előnyös, mind a közlekedési szempontokat figyelembe véve, mint a üzemeltetési szempontokat figyelembe véve, hiszen nagyon sok lesz az autóbuszoknál az üres járat, és ez éves szinten több 10 millió forint plusz kiadást jelenthet a PTRT-nek, de hangsúlyozni szeretném, hogy olyan megoldást kell keresni, ami a környékbelieket nem zavarja, de erre annak idején a tanulmány több alternatív javaslatot is felmutatott. A költségvetés közlekedés fejlesztésre fordítható összegeit a Pogányi repülőtér FAR pályázatához szükséges 30 millió forintos önerőbiztosítása zárja. Várost vezető koalíció és az ellenzék képviselői is egyetértenek abban, hogy a 2001-es költségvetés szerint a polgármesteri hivatal informatikai rendszerére fordítható 60 millió forint nem elegendő komolyabb fejlesztésekre.
Amire jut, az a szűken a polgármester hivatal a városházának bizonyos informatikai fejlesztése, ilyenek a számítógépek beszerzése, jobb számítógépek vásárlása, belső internet, intranet hálózat kifejlesztése, a hálózati struktúra fejlesztése, alapvető szoftverek beszerzése, fejlesztése, és némi pénz jut még a térinformatikára is. Ez a 60 millió forint szinten tartáshoz is éppen, hogy csak elég, de inkább azt mondanám, hogy még ehhez is szűk kereteket szab. Ennél lényegesen több, mondhatnám, nagyságrendekkel több pénzt lehetne értelmesen elkönteni, tehát nem pazarló módon, hanem hatékonyan, és mind a képviselőtestület, mind pedig a hivatal munkáját segítő szándékkal felhasználni. A szakemberek úgy vélik, hogy az informatikai koncepció júniusi elkészítése után lehet majd pontosítani azokat a területeket, ahol a legsürgetőbbek a fejlesztések. Ezután már csak remélni lehet, hogy a 2002-es költségvetésbe belefér a finanszírozásuk. A tavalyihoz hasonlóan idén is hozzávetőlegesen 800 millió forint jut a város kulturális intézményeinek. Mivel ez az összeg nem követi az infláció éves növekedését, az intézményeknek képletesen szólva szorosabbra kell húzni a nadrágcíjat, nagyobb súlyt kell helyezni saját bevételeikre. A kulturális költségvetés a tavalyihoz képest néhány fontos változást tartalmaz. A harmadik színház és az állatkert az KHT-vá alakult, úgyhogy ők egy másik rendszerben dolgoznak, több saját bevételt kell termelniük ahhoz, hogy fenntartsák magukat, és új elemként lépett be a kulturális költségvetésbe a színházi fesztivál, amit nyáron először fogunk megrendezni, és ez 30 millió forinttal szerepel a városi költségvetésben. Szintén új tétel a város világörökségi részére fordítható 50 millió forint. Az ellenzék képviselője azt tartotta fontosnak kiemelni, hogy a kulturális intézmények a kért összegeknél 150 millió forinttal kevesebbet kaptak. Nem kerül sor ilyen nagyobb, hogy mondjam, felújításokra, mint a Zsolnai Mauzóleum, akkor a Bubita Bábszínháznál is ugye kevesebb, akkor a parkmozi felújítására is kevesebbet szavazott meg a közgyűlés, illetve hát a kormányzó koalíció, tehát 6 milliót a 10 millió helyett, a tavaszi fesztiválokra beállított 17 millióból gyakorlatilag csak a Pécsi Napokra félretett 6 millió jelenik meg. Tehát igazából ezeket úgy lehet értékelni, hogy ez a közel 150 millióval kevesebb pénz, eszköz, ez valószínűleg évközben jelentkezni fog hiányként, tehát ezeket valószínűleg pótolni kell valamilyen forrásból, hiszen a költségvetésben nincsenek beépítve. 2001-től az állatkert mellett a harmadik színház is közhasznú társaságként működik majd. A szabadabb gazdálkodási forma ellenére a színház nincs könnyű helyzetben, hiszen a tavalyihoz hasonlóan 6 millió forintot kap a várostól. Egész éves költségvetése körülbelül 50 millió forint, és ebből a fele, tehát körülbelül 25-26 millió forint az, ami az épület fenntartására, illetve annak a szűk személyzetnek a fizetésére van, ami működteti a harmadik színházat. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a fix támogatás, tehát ez az önkormányzati plusz az állami, ez tulajdonképpen január elején már nem van teljes egészében fedve. Nincs jobb helyzetben a Pécsi Városi Könyvtár sem, ahol évente majdnem 80 ezer látogató fordul meg. 60 millió 714 ezer forint az idei költségvetésünk, ami pár millióval meghaladja az előző évet, de tulajdonképpen ez csak a bérbeállásból adódó plusz jelenti. Hát itt is egyébként 2%-os bértömegcsökkentéssel lehet számítanunk. Mivel a bér és működési költségek viszik el a támogatás nagy részét, a Pécsi Városi Könyvtár ebben az évben 2 millió forintot tud csak dokumentumvásárlásra fordítani. Ez pedig a mai átlag 2000 forintos könyvárakat ismerve 1000 könyv beszerzését teszi lehetővé. Sportcélra a város idei költségvetésében 160 millió forintot különítettek el. Ez gyakorlatilag az egyesületek a sportolók támogatását jelenti, hiszen az önkormányzat még durván ugye 100 millió forintot biztosít ebben az évben létesítmény építésére. Tehát gondolok itt a műanyag atlétikai pályára 40-et és a stadion építésére 60 milliót.
A fejlesztések ellenére a sportbizottság tagjai elégedetlenek, hiszen a sportegyesületek működtetésére a tavainál, amikor az összköltségvetés 1%-a jutott ilyen célra, lényegesen kevesebb pénz jut idén. A polgármesterről a vitában egy részösszeg 1%-áról kezdett el beszélni. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon egyszerű kibújás a felelősség és a korábbi ígéret alól. A módosító indítvány azt a 192 millió célozta meg, ami lényegében az 1% lenne. Hozzáteszem, hogy a sport az egyetlen terület a költségvetésben, amelyik nominál értékben kevesebbet kap, méghozzá közel 40 millióval kevesebbet kap, mint tavaly. Ráadásul a megszavazott 160 millió forint már tartalmazza azt a 16 millió forintot is, amelyet az állam biztosított a városi szabadidősport szervezésére. A tavalyihoz képest jelentősen kisebb összegű sportcélú támogatás ugyanakkor ellentétben áll a versenyképesség fenntartásának szándékával. Sajnos valóban jóval kevesebbnek tűnik, mint a tavalyi évben volt. Tavaly se volt elég, úgyhogy azt hiszem az idei még kevesebb lesz. Tehát még nehezebb körülmények között fogunk dolgozni, nem tudom, hogy vészeljük át, mindent megteszünk azért, hogy működjön a pécsi sport és a kézilabda. Még inkább a saját utánpótlás nevelésre kell támaszkodnunk, és nem lesz lehetőségünk továbbra sem arra, hogy profi, külföldi, esetleg idegenlígós játékosokat, nagy tudású játékosokat vásároljunk, megpróbálunk a saját erőnkből dolgozni, ami végül is eddig is sikeresnek mondható, de előrébb lépni valószínűleg nem tudunk ebből. Tavaly 45%-át vitték el a kiemelt egyesületek. Idén új kategorizálás van. Nem akarok elébe menni a pályázatoknak, hiszen akkor utána fog eldőlni. De valószínű, hogy ez még nőni is fog, mert ez egy olyan kis összeg, hogyha versenyképesnek akarjuk megtartani ezeket a csapatokat, akkor valószínű, hogy növelni kell az arányukat az összköltségen belül. Tehát én el tudom képzelni, hogy sajnos az 50% fölé megy. Ez esetben meg a kicsiknek jut nagyon kevés pénz. Ezt a kevés pénzt pályázatok útján osztja majd el a bizottság. Az eredeti határidő szerint február 28-áig kell a pályázatokat benyújtani. Pályázni kell a sportpénzekre. Most én azt hiszem, hogyha bejönnek a pályázatok, és mindenki pályázni fog, és azt összeadjuk, az körülbelül 350 millió. Most hát abból lehozni ezt 160-ra elképzelni nem tudom, tehát nagyon nehéz a helyzet. És én abban bízok, hogy a polgármester úr még végig gondolja, meg a Költségvetési Bizottság, és legalább ezt a 16 millió 145 ezeret ezt kiveszik ebből a 160 millióból, és ezt egy külön támogatásként megkapjuk, akkor valamit enyhülne ez a feszültség. Pécset 7 kisebbségi önkormányzat működik, számukra állami forrásokból 628 ezer forintot biztosítanak évenként. Ez az összeg egészül ki az önkormányzatok által nyújtott támogatással, amennyiben az adott település nyújt ilyet. Pécs városa idén összesen 16,5 millió forintot biztosít a kisebbségi önkormányzatoknak. 16,5 millióból minden kisebbségi önkormányzat egységesen 850 ezer forintot kap, ez a működési költségeket biztosítja, a fennmaradó összeg pedig a programfinanszírozás. Ezt a kisebbség lélekszámának megfelelő arányban osztják el. A legnagyobbak, vagyis a német és a cigány önkormányzat 3,1 millió forintot, a legkisebbek, így a görög, a bolgár vagy a lengyel önkormányzat 1,7 millió forintot kap idén. Ha azt veszem, hogy két éve 13 milliót kapott a 7 kisebbségi önkormányzat, most pedig 16,5 milliót, ha ez a tendencia folytatódik, akkor, és a másik szempont, amit tekintetbe kell venni, hogy más önkormányzatok hogyan viszonyulnak a kisebbségekhez, mennyire látják el őket anyagiakkal, akkor is meg lehetünk elégedve pécsi viszonylatban. Az elégedettségre okot adó összegből az önkormányzatok saját működésükre, a nemzetiségi oktatás támogatására és a különböző kulturális rendezvények finanszírozására fordítják majd a legtöbbet ebben az évben. A tanácsrendszerben Pécshez csatolt települések közül 7 döntött úgy, hogy a rendszerváltás után részönkormányzati formában működik tovább. A legelső a Hirdi 1995-ben, míg a legutolsó a Nagyárpádi tavaly alakult meg. Működésükre az elmúlt évben 14,5 millió forintot fordított az önkormányzat.
ezt az ezévi költségvetésben 20%-kal sikerült keretjellegűen bővíteni, tehát most mindösszesen 17,5 millió forinttal gazdálkodhatnak, ami az önkormányzati támogatást illeti. Várhatóan a jogi igazgatás és ügyrendi bizottság következő ülésén döntenek a 17,5 millió forint szétosztásáról. Valószínűleg a korábbiakhoz hasonlóan az ott élők létszámától teszik majd függővé az összegeket, ám ezekből a részönkormányzatok csak a legszükségesebb fejlesztéseket tudják végrehajtani. Főleg a vizes árkoknak a karbantartása lenne nagyon szükséges, mert 15-20 éve ott semmi nem lett csinálva. De hát ami lényegében a rezsi, a villanyszámla, a víz és az áramdíj, ez is egy hatalmas összeget von maga után, de hát reméljük, hogy azért ebből a pénzből azért ki fogunk jönni majd. A nehézségek ellenére népszerű ez a működési forma, hiszen több településrész lakói, köztük a nagypostavölgyiek gyűjtenek aláírásokat azért, hogy a jövőben részönkormányzattá alakuljanak.